Dr. Molnár Géza vagyok, a fertőző betegségek és járványtanak orvosa, 50 éves tapasztalattal bírok a járványok területén. Tehát a sürgősségi állapotnak az elrendelése, mint nagyon sok európai államban, Romániában is meg volt indokolva minden szempontból. Létezik egy tényleges járványügyi helyzet. Első prioritásunk a tünetes beteg. A tünetes beteget el kell látni, különösen akkor, hogyha időskor csoportból vagy kronikus betegségekben szenvedő személyekről van szó, ahol sokkal nagyobb a lehetőség a komplikációkra és az elhalálozásra. A vírus légúton terjed, tehát cseppfertőzéssel elsősorban ez a prioritás, ez gyakorlatilag az, ami a legnagyobb hatékonyságú terjedést biztosítja. Szintén légúti kibocsátás alkalmával úgynevezett kontaktfertőzés, szimpla kéznyújtással egy fertőzött kézzel, vagy gyakorlatilag olyan felületek, ami fertőzve volt, légútilag hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a fertőzést megkaphassa az illető személy. Gyakorlatilag a vírus légúton, tehát levegőbe több mint 30 percet biztos nem él túl. Hál' Istennek a vírus nagyon jól reagál minden detergensre, fertőtlenítőszerre, ami gyakorlatilag 2-3-5 perc alatt minden szempontból biztonságosan megöli a vírust. Ezt a járványt megállítani most pillanatnyilag rövid idő alatt nem lehet. Ha figyelembe vesszük azt, hogy gyakorlatilag pillanatnyilag romániai viszonylatban minden légúti vírusos fertőzés gyakorlatilag úgy lehet venni, mint koronavírusos fertőzés, hogyha megtartjuk azt a megfelelő szociális eltávolodást, akkor gyakorlatilag Románia viszonylatában véleményem szerint 3-5 hét alatt kifutja magát, viszont kell vigyázzunk arra, hogy ne terheljük túl az egészségügyi ellátó rendszert, ilyen példa sajnos már volt európai szinten is. Szükséges az, hogy az ellátó rendszer jól működjön, azért, hogy minimálisra csökkentjük az elhalálozottak számát, illetve az olyan komplikációknak a beállását, ami kronikus betegeknél megtörténhetik.